Hármas szabály. A maga nemében páratlan. A hármas szabálynak egy újabb óráját kezdjük, és hozzá kell fűznöm, hogy a mai, ez az aktuális téma, ez tulajdonképpen Kolcsár Jocótól származott, úgyhogy ilyen szempontból nagyon is örvendünk a jelenlétednek, vagy ilyen szempontból is nagyon örvendünk a jelen. Jó basszus, hogy beástam magam. Bocs, Jocó, nem akartalak bántani, ebből már jól nem jövök ki. Ha már te találtad ki a témát, vegyük Stahanovistára a dolgot, tessék, vigyed. Igen, igen. Most például, hogyha dalba kellene Bencét így jellemezni, vagy ő abba kellene elmondja, akkor azt mondaná, hogy most már ez vagyok én, egy süllyedő hajó című. Jó, mint is azt mondanád, hogy Emese most már indul a buszon. Megy az a szépen, mert látszik, hogy tudod, hogy meg vagy bolondulva. Igen. Így érzem, magamról vállalom. Igen, és ennek kapcsán, mivel nagyon sokszor itt a stúdióban, mikor mi tartjuk a cigaretta szünetet, nagyon sok esetben történik ilyen. Szakmai titkokat. Amikor kimegyünk friss levegőt címni, és én szívom a cigarettát. Elmegyünk a könyvtárba, és olvasunk egy oldalt. Igen, akkor nagyon sok esetben feldobódnak olyan témák, amelyre egy az egyben egy ismert dal szöveg részlettel, vagy egy filmbeli szöveg részlettel tudunk válaszolni. Ezt használjuk szeretettel a élő műsorban is, illetve én azt figyeltem meg magamon, hogy ezt használom a mindennapokban is. És éppen ezért gondoltam azt, hogy milyen érdekes, hogy nagyon sok esetben, amikor meg akarunk valamit fogalmazni, és nagyon szűkszavon akarjuk megfogalmazni, vagyis vagy olyan szempontból, hogy időt spóroljunk, vagy olyan szempontból, hogy sokkal frappánsabban fejezzük ki magunkat, mint ahogy azt mi tudnánk tenni a saját szavainkkal, egyből bedobunk egy olyan szövegrészt, ami vagy egy filmből, vagy egy zeneszámból jön. Például ez a Fush, Forest, Fush, Run, Forest, Run, ezt nagyon sok esetben használtam, emlékszem, amikor ez a film megjelent, és éppen én focizni jártam, akkor ez volt az egyik szállóigénk, hogy a botlábúaknak ezt voltuk, Run, Forest, Run, vagy rengeteg ilyen jellegű szó összetétel ragad ránk, és erről szeretnék veletek most beszélni, hogy kinek mi jut eszébe erről. Be is lehet nekünk írni a 0726719966-os telefonszámra. Nagyon kíváncsian várjuk. Drága szágom! Jaj, persze. Úgy gondoltam, hogy ez lesz a kedvenced. De egyébként nekem is ez az egyik kedvencem. A másik nagy kedvencem, ez ennél jóval régebbi kiadás, jó régi fehér-fekete magyar filmek időszaka, és egész pontosan a Hippolyta lakhelyzet, én hagymával is hagymát eszek. Igen, például, igen. Vannak ezek a, vagy nekem az egyik nagy kedvencem, annó Bruce Lee, kinek van meg. Megvan. Jó, milyen szépen mondtad. Nem Bruce-szal, hanem Bruce Lee. Ez tényleg Bruce Lee volt. Így igen. Magyar üvel. Magyar úgy üvel. Az igazi. Bruce Lee, most figyeljetek. Bruce Lee for president. Nézzétek a számot, tehát mikor szépen megnéztük régebben ezeket a filmeket, ugye akkor nagyon... VHS-ről, kötelező módon. VHS-ről így van. És akkor az így nézett ki, hogy you wanna fight? Na, ez kár, hogy nem hallják a hallgatói. Ja, itt kimaradtak a szájmozgás. Mert hogy tulajdonképpen ő ennyit mondott, hogy you wanna fight, damn you, csak az éppen a saját nyelvén az egy kicsit valószínű sokkal hosszabb. Ja, hogy ez a kínaiban az a próbáltunk kínai hangot ánozni. Jaj, hogy ez az utószinkronozott. Tudjátok. És akkor például ez a you wanna fight, damn you, ez is nagyon szállóige volt, legalábbis az én körömben. Na, mert hogy kíváncsi vagyok, nálatok még mi volt ilyen? Nálunk ez a live long and prosper, az éj soká és gyarap vagy, a tipikus vulkáni mutogatással, ugye treki vagyok, tehát Star Trek rajongó, mutatom videón is, az kötelező, ez benne volt. Hát figyelj, szerintem vannak referenciafilmek. Ugye a múltkor beszéltünk a Matrixról. Hányszor volt, hogy hát azért hiba van a Matrixban, vagy glitch van a Matrixban, szoktuk mondani, amikor valaki így lefagyott, mint a Matrix. Lehet azért, nem feltétlenül szó szerinti idézetet használunk, de bár abból is van azért egy-kettő. Igen, meg van, ami angolul szól jól, ugye angolul hallottuk, és akkor az I'll be back, azt... Azért, vagy a hasta la vista baby. Vagy hasta la vista baby, tehát azt nagyon magyarul azért nem használjuk. Dehogy nem, csak elhagyjuk a H betűt, így lesz, hasta la vista. Nem, igen, mert mi az asztát, azt már hallottuk. Hasta la vista. Aztát már hallottuk valahol. Igen, na, egyébként látjátok, ilyen tekintetben én már egy kicsit az újabb generációs filmnéző és filmkövető
szeretünk. Igen, mert a Terminátor az tényleg régi. Igen, de például nálam abszolút, de üvegtigrises időszak ugrik be, amikor emlékszem középiskolában, ez az Easy Rider, öcsém, Easy Rider. Easy Rider, például, vagy én vagyok az apád. Ja, ja, Luke-ból. Igen, igen. De ugyanakkor dalokat is azért rendszerint használunk, illetve csodálkozunk közben bizonyos magyar dalokon. Ezzel szerintem biztos nem vagyok egyedül, hogy lehet azt a szöveget kitalálni, hogy repül a bálna. Ugye? Tehát, hogy és nagyon sok ilyen, micsoda nő ez a férfi egy másik. Tehát, a hogy... most múlik pontosan. Ma igen. Már egyszer a covidos történések kapcsán egyébként pont szóba is hoztuk. Látjátok? Teljesen akaratlan. Vagy például volt nekünk ebbe a klasszikus a Flu a Tomi szöveget tovább gondoltuk, az a na húzzunk az éjszakába. Tehát, hogy igen. Amikor ott vagy. Vagy a pék tralalalalala, rádióban nem fogom befejezni. Aki csúnya szóra gondolt, a szégyelje magát, mert pont olyan rossz, mint én. Na szóval biztos, hogy erre van egy magyarázat, de azért, hogyha belegondolok, nagyon szívesen megkérdezném ezeket a zenekarokat, ezeket a szövegírókat, hogy ez hogy a fenébe jön nekik, de az biztos, hogy valahogy szállóigévé válik. Tehát, hogy egy adott pillanatban rázd meg. Tehát nagyon-nagyon elmés szöveg, nagyon sokat kellett rajta biztos gondolkodni, nagyon, és mégis úgy beépül a köztudatba, hogy az ember, ha azt mondja, hogy rázd meg, akkor senki nem gondol semmilyen almafarázásra, semmi, hanem egy az egybe arra a dalra gondolunk. Valószínű, hogy ez egyébként a mindenkori slágereknek a receptje, látod? Tehát, hogy refrénben, vagy akár a kezdő, az első verzénél, az első sornál, a kezdő felüti valami olyat tudsz szövegben megfogalmazni, és tegyük hozzá dallamban is, ugye, hogyha slágerről van szó, ami egy életre maradandó. És valószínű, hogyha van mércéje annak, hogy mondjuk egy 10 dalt tartalmazó lemezből melyik lesz az a dal, ami viszi majd az egészet, akkor pont ezen fog múlni, hogy van-e akár egy olyan mondat, vagy egy olyan sor benne, amit egy életre akár meg tudsz jegyezni. Tehát ilyen szempontból nekem az ikonikus, és mindig, és ez is fog maradni, ez egy nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. És kész, gátá, a világ nagy igazsága bele van foglalva 2 darab sorban. Hogy ki mire gondolt a költő, azóta sem tudtuk feltérképezni, de sok minden eszünkbe jutott már ezzel kapcsolatban is. De hát ugye itt vannak a klasszikusok, az a Thunder. Csak ennyit kell mondani. Rögtön mindenki tudja, hogy hány óra. Igen. Ha nem, akkor elnézést, akkor tépjétek össze a diplomátokat, és hallgassatok egy AC/DC Best of-ot alaposan. De hát ugye itt vannak az ilyen klasszikus replika, hogy mi legyen fapuma. Tehát, hogy kapásból, és mindenki tudja, hogy üvegtigris. Tehát a kultfilmek azok pont ettől jók. Nálunk voltak, nem feltétlenül mindig sőt, inkább a kevésbé szalonképesek maradtak meg idézetben, de hát mit tudom én, például a Tanúból is vannak, ugye a kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Ez azért, ez mai percig is szokott lenni, és általában csak annyit szoktak... És sajnos érvényes. Igen, és általában csak annyit kell mondani, hogy igen, kicsit sárga, kicsit savanyú, a további, tehát már nem is fűzött hozzá, mert tudod. Én nagyon szeretem, látjátok, az olyan típusú szállóigéket, amelyek így mondjuk akár slágerek filmnek apropóján így elterjedtek, amelyek hogy időközben más és mögöttes tartalmokat is kapnak. Tehát például a Holdköltők Társaság az ugye egy ikonikus filmes alkotás, mindenestől színészileg, meg rendezésileg, meg tartalmilag is. Ó, kapitány, kapitányom. Igen, de nézd meg, hogy az ó, kapitány, kapitányom, ez női körökben totál mást jelent. És itt most akár jöhet hozzászólás olyan hölgyektől, akik annak idején a Filon végeztek a Bábesen, mert ott volt egy egészen szépen elterjedt gondolat, hogy valljuk be derekasan, amikor elégedettek voltunk egy pasassal, egy úrral, és annak teljesítményével, akkor ezt egy adott körben csak így ennyit kellett mondani, hogy ó, kapitány, kapitányom. Tehát milyen volt ez este? Ó, kapitány, kapitányom. Vagy a kedvenc tanú idézetem erre, hogy a tények makacs dolgok. Igen, Béláim. Ezt azért így szoktuk. Tehát, hogy a Béláim is nekem ugyanezt hozza, tehát amikor valahol azt akarom jelezni, hogy hoppá, itt most egy júnyáj lettünk, akkor egyből ugye ez jön be, hogy Béláim az úrban, nyomjuk el a falat, mozdítsuk el a falat, meg tudjuk csinálni. Rengeteg ilyen van, és közben meg azon gondolkodtam, hogy nekünk, saját magunknak van-e ilyen?
Tehát, hogy mi gyártottunk-e olyan szállóigét, ami egyszer csak legalább a szűk társaságunkban. Belső használatú mindig van. Igen, nekem például van egy ilyenem, amit nagyon sokan átvettek tőlem, az az, hogy mikor valakire azt akarom mondani, hogy nem értem pontosan, vagy lehet, hogy ennyi elég, legyen ennyi elég, mert lehet, hogy sértő lenne, akkor azt mondanám, hogy ne legyél ilyen tralala. Jaj, de jó. Én ezt hallottam mástól. Igen. Most, hogy mondod, tényleg hallottam és mástól. És én büszke vagyok, hogy ezt én az én baráti körömben ezt tényleg elterjedt, hogy ne légy tralala, ami persze aztán találkoztam egy versben vele. József Attilának van a tanítások ciklusból egy rész, ahol azt mondja, hogy hazatrallalázzák a jókedvüket a munkások. Természetesen nem szó szerint idéztem, mert nem tudom most a versnek ezt a részét. A lényeg az, hogy például ez a szó, amit azt hittem, hogy ezt én hoztam be úgymond a köztudatba, de ez már azért létezett. Figyelj, veled egyszerre valaki még felfedez, mondjuk József Attilánál ez anakronizmus lenne, de mindegy. Itt azért például macskafogónak láttam egy pillanatra egyszer belső használatúra, amit Frédikétől idéztél. Ennél csúnyább patkányt már üttem meg. Igen, ezt nyilván egy kicsit parafrazálva, de és direkt egy kicsit olyan szülőfalusi amomon, vagy ettől csúnyább patkányt üttünk már meg, de hogy úgy benne van az érzés. Nem mondjuk, hogy mire vonatkozik, ha valakinek a fantáziája megengedi, jó, ha nem, akkor meg nem, és az még jobb. Vagy a másik például Dallas, megvan el nektek ez a sorozat? Ez hát ugye végét elvittem. Ez a berúgtunk, mint Sue Ellen állapot? Igen, például. Hát ugye az nem maga a filmből jön ez az idézet, de ezt nagyon sokszor használjuk, hogy úgy berúgtam, mint Sue Ellen. Bár ilyen szépen fogalmaznánk, mint a tetetet most. Hogy hát Sue Ellen volt J.R. Ewingnak a felesége. Aki Alkesz volt. Aki Alkesz nem kicsit. Volt. És elég gyakran volt olyan, hogy egy üres üveg, vagy több üres üveg társaságában feküdt le. Ez nem az az erotikus jellegű lefekvés volt, hanem a snitt, amikor jön a kicsi ember a nagy ollóval, és összeszaggatja a filmet. Na kérem szépen, ebből ő nagy volt, és hát azért Sue Ellen néha példakép volt. És igen, és ez úgy képzelem el, hogy ez ugye nem tudom most pontosan megmondani, de körülbelül egy olyan 1800 részek lehetett a Dallasnak, és abból az 1800 részből meg lehet nézni, hogyha az elején től kezdenéd nézni a filmet, hogy ez a nő ezt tudta a legjobban játszani, és szerintem ráragadt, mert ugye ezt nem írták meg előre ezt az 1800 részt, amúgy tényleg körülbelül ennyi része van, tehát nem tudom, 10 év, whatever, hanem folyamatában, ahogy írták, és ez a nő annyira jól játszta ezt az Alkeszt, tehát annyira jól játszta, hogy tényleg ráragadt, és egy rossz adott hírem pillanatban... Van. 357 epizódja van igen, a Dallasnak. Akkor annyinak tűntek. Na, a lényeg az, hogy igen, hát lehet, az sok is lett volna, 1800, az a Young and Restless. Ugye? Nézd csak meg, légy szes, az a Young and the Restless, igen. Young and Restlessnek mennyi része van. A lényeg, hogy úgy ráragadt, hogy egy adott pillanatban, ha megnézed már nem tudom a 200. résztől Sue Ellent, józanul nem látod. Tehát végig, és akkor persze egyszer elmegy elvonóra, aztán utólag kiderül, hogy olyankor kikérezett a ne sorozatból. Ne spoilerezd be az egész sorozat, mert hát egyszer majd nem még hiszem, meg hogy akarom. Valaki meg akarja nyugdíjas éveimre előveszem. Nem hiszem. Az Izaurát is ezt. Tehát ezt azért... És abba J.R. Ewing mondja még. 12 000, tesó. Na, jól mondom, ugye? Ki a franc nézett meg 12 000? Egy egész falu népe játszott ebből... a sorozatban. Három generáció, bocsáss meg, három generáció kiholt időközben, de tényleg, tehát akkor a csoportképet rittyentettek csak a főszereplőkről, hogy megkockáztatom, hogy kisebbecske erdélyi falvacskában többen vannak. Tehát egyfelől nem kevesebben vannak az erdélyi falvacskában. Mind, de figyelj, itt a értettem, hogy mit akarsz mondani, csak tolmácsoltam. Ez az tipikus, tudod, amikor valaki a 6. epizódban szerepelt, aztán visszajön a 36. epizódban, mint önmaga gonosz iker testvér, vagy akkor megint meghal, akkor utána egy hölgy eljátsza az ő szerepét, mert igaziból nőként jön vissza, és akkor megint visszajön, nem tudom, feltámadt mágikus. Igen, egyébként a szappanoperákban mágikusan feltámadnak az emberek, ezt igen, nem szeretem. Talán ebben a sorozatban van egy olyan, hogy megszületik a gyerek a 624. résznél,
És az 1800. résznél még mindig az a gyerek felnőtt, és visszajön egyszer csak 19 éves, és szinte önmagát kell játsza, tehát hogy lehet, hogy az a gyerek az volt, tehát hogy ez nagyon hosszú évekig ment. Tehát megszületett a gyerek, nem tudom, a 600. részben. Igen. Közben eltelt 10 év. Eltelik 10 év, de a filmgyártásban is telik el annyi. És a gyerek felnő, és játszas azt a szerepet. Ja. Látod, ez a Harry Potteresek, már szerencsétleneket nem tudták, hogy hogy fiatalítsák meg a végén. És addig hogy volt, elküldték bedlakásos iskolába forgatok? Nem, közben egy-egy részbe beletették. Vagy, de egyébként az ilyen típusú sorozatoknak a, nem tudom, kicsit védelmére legyen mondva, lássátok akár, mit tudom én, a Barátok között nézzük meg, vagy a Jóban, Rosszban, bármilyen vagy szappanoperát. És egyáltalán, amilyen napi dupla résszel jelentkezik, az valahogy úgy is van mindig kitalálva, hogy a színészek együtt öregednek a karakterrel, és a karakter együtt öregedik a színésze. Ilyen szempontból igen, a Harry Potter filmek is pont jók. De mondjuk ott azért az öregvést, azt, hogy mondjam, a végén már 20 évesek voltak, tehát mindjárt 30, és akkor egy kicsit cikibb volt. Megvan egyébként a klasszikus? Tehát azért az Erő legyen veled. Hát persze. Azért a Star Wars-nál ez nagyon ment. És az a durva, hogy ez tényleg, tehát én nagyon gyakran veszem észre, hogy használom. Tehát, hogy köszönés gyanánt elég rendesen. Benne van, tehát én science fiction rajongó vagyok, nem kicsit, hanem nagyon, úgyhogy ezek alapján teljesen logikus. Tudjátok, mint csodálkozom, illetve nem is, hogy csodálkozom, hanem felmerült a kérdés a mai témán kapcsán, hogy biztos, ahogy minden alkalommal arról beszélhetünk, hogy a film miatt ragadt meg bennünk az a mondat, gondolat, vagy a dal miatt, ha slágerről van szó. Nemes egyszerűséggel esetenként az is előfordul, hogy egy amúgy is már létező közhely mondjuk beleépítettek a filmbe, és akkor csak a népszerűség növelésében játszott fontos szerepet. Értitek, hogy mit akarok mondani? Csak egy másodperc, Bence, hogy tudjam példával alátámasztani, mert például itt az egyik összesítésünkben a mindenütt jó, de legjobb otthon gondolatot, amit ugye mindannyian használunk, ezt az Óz a csodák csodájának delegálják, vagy mondják, hogy onnan származik. Hát pedig Tamási Áron is mondott valamit. Tehát azért mondom, hogy ez nálunk egy kicsit régebbi volt szerintem. Vagy a Senki sem tökéletes, ez a van, aki forron szereti a dráma meg filmes változatból is, ugye. De szerintem ezek például azelőtt már létező gondolatok voltak, vagy valaki valahol már egyszer megfogalmazta, vagy leírta. Na, illetve hát először szeretettel használjuk ezeket, és hogyha már itt tartunk kincső, akkor nagyon sok esetben azért már használunk komolyabb szerzők tollából adódó írásokat. Ez a, ugye, hát mondottam, ember küzdj és bízva bízzál, például ezt is azért használgatjuk, illetve hát elkezdünk az olvasottsági szintünkhöz mérten használni olyan idézeteket, amik hát egyrészt néha azt hiszem azért használják bizonyos helyzetekben, hogy kicsit fitoktassák a tudásukat az emberek. Tehát most itt gondolok ilyen nagy beszédekre, vagy jaj, hát igen, tehát annak a formáihoz is, vagy formai követelményeihez is általában egy szónoklatnak igen hozzá. Illetve használjuk ilyen kis kocintásokkor, tudod, mikor szemben állsz egy nagy emberrel, és akkor az a nagy ember készült két olyan megfogalmazással, egy Kossuth idézettel, vagy egy akármilyen nagy magyar idézettel, és ez természetesen ez is rendben van, mert nekünk mi a fontos, és miért szeretem én ezt most, ezt a témát miért is hoztam, az, hogy én azt gondolom, hogy ezek az idézetek, ezek azért előbbre tudnak vinni, illetve hogyha az ember ezeket használja, akkor valójában arra készteti a másikat, vagy magát, hogy egy idő után újakat fedezzen fel. Vagyis, hogy ne az legyen, hogy a Hasta la vista baby-vel éljem le az életem, hanem az egy korszakomat jelölte, utána jön egy következő, amelyben már egy másfajta ember vagyok, másfajta idézetek illenek úgymond hozzám. Ez most lehet, hogy hülyén hangzik, de mégiscsak azt gondolom, hogy van benne valami. Szerintem is van egyébként, de ez talán egy kicsit köthető ahhoz, látod, hogy hány éves korunkban milyen típusú filmek, zenék, tartalmak jutnak el hozzánk. Illetve ami még szerintem benne van, az ez egy kicsit ez az együvé tartozás érzése is, nem? Tehát, hogyha egy Hasta la vista baby-t benyomsz valahová, és felkacag a társaság, akkor úgy evidens már, hogy úgy mindenki látta
azt a filmet. Mi egy igényzetből valók vagyunk. Ja, vagy azért vannak a jó barátok, ezt is azért tényleg használjuk, és valahol ez egy közös nyelvünk nekünk, magyaroknak, és nem tudom, hogy ez minden nyelvben így van-e, de nekünk magyaroknak szerintem ez egy nagyon jó kapcsolódási pont. Igen, de viszont nézd meg, gondolkodjunk egy picit tágabb nemzetközi palettán, tehát hogyha egy adott helyzetben én azt mondom neked, hogy ó, ez egy tökéletes, vagy egy csodaszép barátság kezdete ebben a pillanatban, akkor szinte mindenki tudja, hogy a Casablanca is. Igen. Hogy alapjáraton lehet norvég, lehet dán, lehet ausztráliai, bárki, ha látta a Casablancát, rögtön tudja, hogy miről van. Hát, hogy olyan, mint a keresztapás idézet, ez a Say Hello to My Little Friend, illetve nem az a Scarface-ben van, de... Nem, a keresztapának valami más van, de az is egy... Nem, az a... Tudod, egy olyan ajánlatot teszek neki, amire nem tud nemet mondani. Ez csak angolul van meg a fejemben, de úgy is működik. Kedvencem, azt tudod, amikor ezt most meg is találtam neten, mert mindig Konfuciusznak tulajdonítják ezt a mondatot, persze nem tőle származik, csak ezek az internetes idézett forrásokat azért nagyon kellene kerülni, hogy válasz olyan foglalkozást, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod. Igen, ezt mindig azt mondják, hogy Konfuciusz. Nem tudom, miért vannak ilyenek. Egyébként ezt az angolok térképezték fel, hogy nem. Ez csak valaki egyszer így kiírta, mert nem volt. Tudjátok a klasszikus internetes idézetet, hogy az internetes idézetek nem túl megbízhatóak, Petőfi Sándor. Igen, igen. Vagy például, hogyha már erről beszélünk, hogy azt mondják, ugye, hogy van ez a Houston, we got a problem. Igen. Ja, igen. Hogy állítólag, ugye ezt is egy valós eseményben hangzott el ez a mondat, az Apollo 13-ban halljuk először mi, de állítólag ez nem így volt. Tehát, hogy ez nem hangzott el, hanem ez a filmben hangzik pontosan. El. És utána pedig az emberek azt mondták, hogy ez megtörtént, tehát, hogy tényleg ez történt, amikor volt ez a nagy esemény, hogy Houston, we got a problem. Bocs, tehát Románia történelmét is hogy hívják, Sergiu, mi a bánatnak hívják, aki a Mihály Vitéz filmet rendezte. Nikolaescu? Igen, igen. Tehát, hogy nagyjából ugyanilyen alapon működik tehát az átjön a kollektív tudatba, mint megtörtént esemény a filmvászonról, ami nyilván nem felel meg a valóságnak. Ilyen alapon ugye a klasszikus, tehát, hogyha már történelmi múltba nyúlunk vissza, akkor ugye a kumiszos történet megvan. Igen, igen. Micsoda? A kumiszos jelenet az nincs meg? Nincs. A magyar vándorból? Nincs. Na mindegy, akkor nem rajong, nem ragozzuk. Nem, meg lehet klasszikus. Nézni. Meg igen, lehet nézzétek nézni. Meg. Hát csináljatok kedvet hozzá, nekem is, meg a hallgatóknak is jó. De az nem, mert jelenet? Az akkor csak spoilerezünk. Igen, igen, ja. Igen, meg szerintem túl bonyolult lenne. A másik, ilyen a Brian életében vannak olyan... Engedjétek szabadon Robertet! Robert lett foldott. Igen, igen, igen. Ugyanis az egyik szereplő az nem kicsit, Poncius Pilátus nem kicsit, hanem rettetesen racsol. És akkor ebből van egy csomó szivatás. Laccsol. Azért azt a vadállatot, aki kitalálta, hogy a raccsolásban R betű van, és a összességben ez, azért az nem. Tehát, hogy az gonosz volt. Illetve hát nagyon sok ilyen film szerintem magyarul még viccesebb, mint az eredeti nyelvén. Igen, például a Brian életében kimondottan azt gondolom, hogy ott nagyon vicces ez a Ficus Cookies, és ahogy racsolva, nem tudom angolul az pontosan, hogy jön neki, bár egyszer megnéztem a filmet. Nem, angolul annyira nem üt. Ja. Jól van. Még vegyünk néhányat elő itten a klasszikusokból. Igen, ez egyébként a keresztapás az úgy van, hogy az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Angolul pedig, hogy I'm going to make him an offer he can't refuse. Na igen, vannak ezek a visszautasíthatatlan ajánlatok. Bonnak az idézete, megvan mindenkinek. Vodka Martini, rázva nem keverve. Ez volt? Igen, ez persze, az a rázva nem keverve az ilyen klasszikus nála. Én a bemutatkozását szerettem, ugye My Name is Bond, igen. James Bond, csak az ember, mikor vagánykodott fiatal korában, mondtam, hogy a nevem Jocó, Kolcsár Jocó. És akkor ugye van a tehenes... Akkor mindenki ott hagyott. Van a tehenesnek a változat, hogy My Name is Bo, Bimbo. Bimbo. No, én azt hiszem, hogy eljött a pillanatnak, az a pillanat, amikor egy kicsit megállunk. Egyébként a Titanicból akadtam, a Draw me like I'm your one of your French girls. Jézus Mária, rajzoljál úgy, mintha egy francia csaj lennék. Magyar az Istennek nem hangzik jól, kincsőnek az arcán látom a csalódást. Bedobom gyorsan a telefonszámot, mert ebben az állapotban jobb, ha megszakítjuk a gondolatmenetet. 0726 71 99 66, írjatok nekünk. Hármas szabály. A
maga nemében páratlan. Kedvenc üvegtigris idézetetek van-e? Hát én mondtam, volt az Easy Rider. Az Easy Rider-re rá volt a Jocó? Igen, de nálunk nincsen. Az egész generációt, középiskolában ez volt a nagyon menő. Nekem a kedvencem, az autóvásáros sztori, az megvan? Igen. Az jó, mert jó. Ez a lényeg az egészből. Ezt szoktam idézni. Nem tudom, most így hirtelen bekértem egy pár üvegtigris idézetet. Tehát kiderült, hogy azért úgy van. Nekem is jutnak eszembe közben így, ahogy beszélgetünk, van az X-akták, nem tudom, ki emlékszik rá, az igazság oda át van. Nem azért jó, mondom, most a 7. évadnál tartunk, úgyhogy elég aktuális. Olyan binge-watching idő van odakint, ugye, amikor az ember nézi ezeket. Vagy a jó barátokból, na, hello, na mi a helyzet? Ez így köszönt be mindig ez a Joey, nem tudom, emlékeztek rá. Nem láttam sosem magyarul, mert irritál. Elsősorban Jennifer Anistonnak az arca is irritál, de a magyar szinkron hangja, akit nem tudom, hogy kicsoda, annak a fehér népnek a hangján fejszét lehet élezni. Jennifer Anistonnak a szinkron hangján? Igen. Mert? Nem hát, tudom, nem tényleg szereti. Olyan. Bozalmas, tehát szerintem sírkőcsiszolásra se alkalmas. Igazából Aniston se szereti, Bence, ezt már tudjuk többször, mikor szóba kerül. Kicső mindig meggyanúsít, hogy szerelmes vagyok bele, de sajnos nem. Te hogy, Isten ments, hogy téged bármi szerelemmel is gyanúsítgassalak, te Bence. Biztos. Bence, ha meglátja Anistont, akkor a Star Trekből idéz, amikor azt mondja, jó nap ez a halálra. It's a good day to die. Tényleg, és ez milyen jó. Igen. Most azon gondolkodom, csak nem fog eszembe jutni, mert már legalább fél órája rágom magam. Az Armageddonban volt, a Bruce Willis féle Armageddonos filmben volt egy ikonikus mondat, és a Manoir nem akar beugrani. Mire vonatkozik? Ó, nem tudom, hát ott mentek megmenteni a világot, és búcsú jelenetnél volt valami. De nem már, tudom már. Én se, nekem se jut eszembe így sajnos. Viszont van a... Mit mond David Hasselhoff, mielőtt beülne az autójába? Hogy van ez? Nem, ez egy másik, de köszi, amúgy az van, hogy gyerünk Pajti, de hát ezt mondja, ezt is szoktuk néha-néha használni, de a másikat akartam mondani, hogy Batman mit mond Robinnak, mikor beülnek a Batmobilba. Mit? Gyere, Robin, üljünk be a Batmobilba. Jocó, miért teszed ezt velünk? Ez fáj. Amúgy tényleg mondja, a filmben van ez a mondat. Szerintem gyere, Robin, üljünk be a Batmobilba. Az a baj, hallom. Sürgősen engedjük el ezt. Idézzük a klasszikus, ikonikus filmekből a különböző gondolatokat, mert le fogjuk fárasztani magunkat is, meg a hallgatókat is. Nem, szerintem a hallgatókat egyet. Már elkéstük. Bocsi, hogyha eltekertetek, most szólunk, légy szíte, tekerjetek vissza. Találjunk ki valami olyat, ami úgy maradandó lesz. Tehát ha mi most itt hármas szabályilag jó kis mozifilm lennénk, ami részben vagyunk is, ha megnéztek minket a Facebook oldalunkon, mondjunk olyan mondatot, amiből szállóige lesz. Jó, azért vagyunk a világon, jaj, hogy valahol otthon legyünk benne. Fő, hogy dolgozzanak. Vagy hogy ezt, mint hogyha már valaki más is mondta. Jaj, hogy én kell Lucky mondjak sex. Olyat, amit én. Igen, tehát, amiből szállóige lesz. Jaj, na, átadom egy kicsit Bencének, hogy egy nagyon kicsit gondolkodjak, tudjátok. Én színész. Nagyjából ennél a, körülbelül ez a szégyen nem a faláb, tehát körülbelül ez a kategória jutna így eszembe. Még egyszer, hogy ez a szégyen... Nem a faláb. Aha, na ezt még elmondjuk kétszer-háromszor a következő egy-két hétben, Bence, én biztos vagyok benne. És ez a faláb nem szégyen például, hogyha rosszul jegyeznéd meg, akkor ezt is mondhatnád. Fordítva is. Vagy hogy szégyen, ez nem faláb. De egyébként a van baj elég, az nem ilyen. Teszem hozzá, vagy kérdezem. Ez a tied lesz? Igen, persze. Nekem is jusson valami, én ezt vállalom. Ja, jó, oké, rendben. Én is de gondolkodom. De valószínű, hogy nem én vagyok az első, ugye, aki ezt kimondta. Figyeljetek, én szoktam egy ilyet mondani, amúgy nem te vagy az első, szerintem. Szoktam egy ilyet mondani, hogy nem úr, aki nem pazar. Jól menj van, már. Rendben. Ez ilyen Madácsi szintekre emeli a beszélgetésünket. Igen, ezt köthetitek az én nevemhez, tehát megkérek szépen minden rádióhallgatót. Idézőjel, nem úr, aki nem pazar, idézőjel bezárva, alája dőlt betűkkel, Kolcsár Jocó. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy átadhattam a tudásomat. Köszönjük, igen. Hogy megosztottad Konfuciusnak fogjuk ezt is majd betűnni, rendben van? Igen. Jól van. Én nem azt hiszem, hogy az idézetekből... Kifogytunk az idézetekből. Egyébként nem, biztos van még rengeteg, és hogyha lenne annyi időnk, hogy érdemben megpiszkáljuk a filmes emlékeinket, azért néztünk elég sok filmet mindannyian ahhoz, hogy időről időre eszünkbe jusson néhány, de egyébként
írhattok ti is nekünk, hogyha eszetekbe jutott valami. Azt már nem tudjuk garantálni, hogy a mai műsorban be fogjuk tudni olvasni, mert valószínű nem lesz rá idő, viszont azt még mindig tudjuk garantálni, hogyha nem most, akkor majd valamikor később. Tehát, ha eszetekbe jutott valami, akkor a 0726 71 99 66-ra írjátok meg. Anyámmal élek, babettával járok, macskám van, és én ne legyek kemény. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.